Tisztelt ház, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy egy olyan ügyre világíthatok rá, amely az elmúlt hetekben borzolta a 18. kerület és borzolta Budapest lakóinak is a hangulatát. A környezetvédelemmel kapcsolatban magam is és meg kell őrizni számukra. Több mint egy hete lepleződött le az a szennyvízmafia, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján alaposan gyanúsítható azzal, hogy anyagi haszonszerzés jegyében évek óta mérgezte Pesztent Lőrinc és Pesztent Imre talaját. Információk szerint nagy mennyiségű ipari hulladékot tárolhat a fővárosi önkormányzat tulajdonában levő szennyvízszállító cég az Ipacsfa utcai telephelyén. Az elmúlt másfél hétben egyetlen egy érdemi dolog történt, a főpolgármester bármilyen vizsgálatot megelőzve a múlt hét péntekén menesztette az ügyben érintett fővárosi cég vezetőjét. Az ügyben sem a környezetvédelemért felelős főpolgármester helyettes, sem a kerület polgármestere az első napok során nem érezte feladatának a cselekvés szükségességét. A kerület vezetője a testületi ülésen a hatályos jogszabályokra fittyet hányva azt bizonygatta, hogy polgármesterként miért nincs feladata és felelőssége az ügyben. Az elmúlt egy hét kevés volt ahhoz, hogy a környék érintett lakosságát megfelelő minőségben, megfelelő módon a hivatalos szervek vagy a helyi önkormányzat tájékoztassa a kialakult helyzetről. Na jó, annyi történt, hogy egy támadó sajtónyilatkozat és egy újsághír megjelent az önök részéről ebben a kérdésben. Az elmúlt egy hét, bár az ellenzéki és képviselők és a szakértők több helyen követelték, kevés volt ahhoz, hogy a környék furt kutyaiból mintát vegyenek. Az elmúlt egy hétben egy dolog derült ki, hogy a Cséri telep környezetkárosításának csak anyagi előnyszerzői vannak, felelősei azonban nincsenek. Mára kiderült, hogy kerületünk kormánypárti vezetése egy polgármestere nem visel ebben az ügyben felelősséget. Mondja ő, éppen ezért haladéktalanul kezdődjön meg a szennyezéssel vélhetően érintett területek felmérése, a furt kutak vízminőségének ellenőrzése, az ügy szakmai felelősei kezdjék meg az okozott károk felmérését, majd tegyenek javaslatot a terület haladéktalan rekultivációjának a megkezdésére. Tisztelt államtitkár úr, szeretnék önöknek néhány kérdést feltenni. Mióta tudnak az általam említett szennyezésről? Mikor tájékozottak erről az adott esetben? Felelősségre vonják-e az érintett terület polgármesterét, illetve illetékes hatóság vezetőjét? Volt-e már pontos információjuk a szennyezés mértékéről? Tudták-e, tájékoztatták-e a környéken élőket? Készült-e a Cséri telep kármentesítésével kapcsolatos környezeti kárfelmérés és intézkedési terv különös tekintettel a terület rekultivációjára? Környezetvédelmi katasztrófa helyzet esetén az önkormányzatnak van-e jogszabályban lefektetett intézkedési kötelezettsége, államtitkár úr? És végül milyen lehetőséget lát arra, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében a hatósági ellenőrzési tevékenységet megerősítse? Várom 18. kerületi lakótársaim nevében is az ön válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen! Válaszadásra meg...